Szeretettel köszöntünk mindenkit, és egy picivel kevesebb fényt, ha kérhetnénk a színpadra, akkor mi is láthatnánk önöket, titeket. Engedjétek meg, hogy tegeződjünk ma este. Én Szörnyi Kriszta vagyok, a HVG Extra magazin főszerkesztője, és a HVG Extra pszichológia szalonok háziasszonya, és az a nagyon jó nekem, hogy mindig nagyszerű vendégeket láthatunk itt vendégül a színpadon, kedvenc témáinkban, fontos témáinkban, és természetesen fontos könyvek kapcsán is, ahogy ez ma este is történik. Köszönjük szépen, így már sokkal bensőségesebb, hiszen titkokról fogunk beszélgetni, ha igaz. Szóval mai esténk apropója ez a Élet hazugságok című könyv, Zingár Magdolnak könyve. Szeretettel üdvözöllek itt a színpadon, és egyáltalán ne izgulj. Gyásztanácsadó, mentálhigiéniás szakember, számos könyve jelent meg már nálunk, siratunk már el közösen babákat, vállásnál gyerekeket, férfiakat is megsirattunk egyszer a színpadon, bár ők az érzéseikről beszéltek, és egy picit közelebb kerültünk már a szexualitás témájához is általad, illetve emberi történeteid által. Másik vendégünk pedig, nagyon köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, Orvos Tóth Noémi, aki az örökölt sors nyomába eredt munkássága során, azt hiszem nem is kell bemutatni különösebben, bár legutóbbi munkád kapcsán lesznek majd kérdéseim, ezek ugye kérdésekből álló kártyák, úgyhogy segíts majd nekünk kérdésekkel is, hogyha teheted. Szóval élethazugságok, sírig vitt titkok, amelyek átírják a múltat. Mik is ezek az élethazugságok, Magdi? Mit neveztél így? Vegyél egy mikrofont föl, légy szíves. És mi az, amit így neveztél el, vagy mi az, amit így hívnak, és hogyan inspirált ez téged ezeknek a történeteknek a lejegyzésére? Mindig úgy születnek a könyveim, hogy jönnek hozzám. Itt közel. Jönnek hozzám gyászolók, és mesélnek mindenféléről, és akkor előkerül valami téma, és akkor elkezd foglalkoztatni, elkezdek agyalni róla, és aztán egyszer csak eszembe jut, hogy ha már ennyit agyaltam, akkor lehet, hogy írhatnék erről is egy könyvet, vagy egy interjúkötetet, mert hogy úgy tudok a mélyére nézni igazán valaminek, hogyha megszólaltatok embereket. És hát ez került elém, hogy ugye gyásztal foglalkozom, gyásztanácsadó, és hogyha meghal valaki, és rejtegetett valamit a családtagjai elől, akár jó szándékúan egyébként, és akkor kiderül, akkor az hogyan befolyásolja a gyász folyamatot. És ezt kezdtem kutatni, hogy ezek a feltáruló titkok mit okoznak az itt maradóban. Kicsit bontsuk szét ezt a témát. Ahogy Noémi egyik interjútban mondtad, mindannyian traumatizált ősök leszármazottai vagyunk. Ez nekem egyenlő azzal, hogy tele vagyunk titkokkal, főleg a kelet-európai történetek, rengeteg politikai elnyomás miatti, háborús és a többi nehéz családok nehéz helyzete miatti titkot rejtenek egyébként is, hogyha az embernek nincs mondjuk személyes titka. Ti egyébként hogy vagytok a titkokkal? Hogy viszonyultok hozzá? A végletes őszinteség hívei vagytok, vagy kell azért egy kis titok? Mennyi titkot tudunk megőrizni? Szerintem érdemes különbséget tenni a titkok és a magánügyek között. Minden embernek lehetnek magánügyei, ami az ő saját belső gondolatai, vágyai tartalmazza, amit nem kell feltétlen, tehát ez egy ilyen privát szféra, amit nem kell megosztanunk másokkal, akár a hozzánk legközelebb állóval sem. Tehát, hogy az embernek kell, hogy legyen egy olyan zug az életébe, egy olyan kis biztonságos menedék, ahova ő vissza tud húzódni, és akkor ott eldöntheti, hogy mi az, amit szeretne megosztani. És akkor lehet, hogy lesznek olyanok, amiket nem osztunk meg, mert lényegtelen például. Mert éppen engem felkavar valami, de aztán igazából végig gondolom, és aztán rájövök, hogy ez nem olyan dolog, amit meg kell beszélnem, mert magamban meg tudom dolgozni. Vagy a múltamnak nem kell, azt gondolom, hogy minden négyzetcentiméterét megmutatni feltétlen
egy kapcsolatban. Mert hogy nincs rá szükség, mert az elképzelhető, hogy annak az új kapcsolatnak az alakulását befolyásolná negatívan, hogyha minden apró részletet én feltárnék, és mint egy ilyen sebész késsel így haladnék végig az életemen, és mutogatnám. Szóval, hogy ezek a magánügyek, ezek rendben vannak, hogyha nem kerülnek felszínre. Én azt gondolom, hogy a Magdi, amikor a könyvet megírta, akkor folyamatosan ezt feltételezem, hogy olyan történetekkel találkozott, ami már nem csak egy emberre tartozott, nem az ő belső világáról szólt, hanem az, amit ő nem mondott el, amit titkolt, az nagyon mélyen és súlyosan és alapszinten, tehát zsigerileg érintette más embereknek az életét, sorsát, az ő hozzá való viszonyulását. És hogy ezekből rengeteg van valóban a magyar családokban. Nem végeztem kutatást, hogy máshol, meg hát ezt hogyan lehetne megmérni. Szerintem ugye ezek az önbevallós kérdőívek is azt gondolom, hogy nem adnak egy jó támpontot arra, hogy hol, mely kultúrában mennyi titkot hordunk, de az biztos, hogy itt nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy jaj, hát erről nem lehet beszélni, ezt nem lehet felszínre hozni. És aztán kiderülnek nagy horderejű történetek. Nem is az volt a nagyszülő, a szülő, volt előző házasság, volt olyan testvér, akiről nem lehetett beszélni, és hát ők azért valahol hiányoznak a családi rendszerből, és ezek a titkok hát tényleg torzítják a kapcsolatokat, és ez egy lelki teher. Annak is, aki viszi, és annak is, aki elszenvedője egy ilyen titoknak, már pedig olyan értelemben, hogy nem tud róla. Magdi, te és a titkok? Milyen viszonyban vagytok? Hát most kellett önvizsgálatot tartanom, mert ez a rengeteg történet, ami így... Még mindig közelebb. Ami elém került, azért átgondoltam, mert hogy ami... Ez az új korra jellemző a digitális hagyaték, ugye? Mert azért korábban könnyebb volt valahogy rendben tartani a dolgainkat, de ez a digitális hagyaték, hogy ezen úgy kigazodjunk, hogy tényleg ne legyen olyan, ami... Azt nem mondom, hogy van olyan az életemben, ami ha kiderül, akkor sokkolná a gyerekeimet, de lehetnek olyan apró dolgok, amikor én levelezek mondjuk a barátnőimmel, és akkor valamit mondok a gyerekemről, és akkor ők meg ott kotorásznak, miután meghaltam, hogy na, nézzük, hogy a anyumiket levelezett a Rebekával, és akkor látják, hogy ó, ezt mondta, ez nem is igaz. És hiába nem kérdőjeleződik meg az irántuk érzett szeretetem, de ugye én már nem tudok jelentkezni, hogy ugye én nem úgy gondoltam ám, hanem egészen másképp. És akkor így elkezdtem informálódni, hogy hogyan tudom kitörölni a Facebookon, a Messengerben a leveleket, és sikerült, Rebekával már kitöröltem, jeleztem neki, hogy ne sértődjél meg, ez nem miattad van, ez a gyerekeim miatt. Ne legyen félreérthető. Igen. De egyébként ehhez kapcsolódóan Szabó Magda mondta azt, hogy amikor az anyukája ugye, halálos ágyán feküdt, és azt mondta neki, hogy mennyi titkom volt, mennyi. És hogy őt ez lesokkolta, mert ő azt hitte, hogy annyira nyílt az ő kapcsolatuk, hogy egyszerűen nem tudott ezzel a mondattal mit kezdeni, és utána az édesanyja halála után is ez ott pörgött benne ez a mondat. Tehát hogy lehetett az anyámnak titka? Hát úgy, hogy lehet mindenkinek olyan titka, amit nem szeretne. Nagyobbat gondolunk, hogyha egy ilyen kijelentés van, lehet, hogy az édesanyja apró titkokra gondolt, de a gyászoló ugye felnagyítja ezt. Mennyire kell, vagy érdemes tiszteletben tartanunk azt, hogyha valaki meg akarja tartani a titkot? Mondjuk anyukánk, hogy ki volt az első szerelme, vagy ilyen. Úgy érted, hogy amikor meghal, akkor szabad így van. Igen. Hú, ez engem évek óta foglalkoztat, egyrészt jogi értelemben, másrészt erkölcsi értelemben, morálisan, hogy ha életében nem néztem bele a naplójába, mert ugye akkor tiszteletben tartjuk a másik embernek a privát szféráját. De amikor meghal valaki, akkor ez mind általában, tehát nagyon ritka az, hogyha valaki utána is nem néz bele. Itt nem a kukkolás vágya az, ami motiválja az itt maradót, hanem a kapcsolatnak a keresése. Tehát, hogy az a vágy, hogy valahogy még tudjon újra kapcsolódni. Meg hát néha persze azért is, hogy nem ért dolgokat, és akkor ugye itt, amikor ilyen súlyosabb titkok derülnek ki, akkor azért nagyon sokszor egy kutató munka elindul.
vagy pedig megjelennek maguktól olyan emberek, akik hozzák a titkot. Szeretném. De az is lehet, hogy egyszerűen csak rendet rak, hogy elmegy és felszámolja a lakását, a házát az elhunyt szülőnek adott esetben, és akkor ott elkezd pakolászni, és akkor akár több évtizedes titkokra derülhet fény, amivel nagyon nehéz aztán ott maradni, amikor már nem lehet megkérdezni, hogy mondd már-e, miért nem mondtad? Mit jelentett ez a te életedben? Miért titkoltad? Azért, mert ez akkora fals, olyannyira falsúlyos volt, vagy éppen azért nem mondtad el, mert ez lényegtelen volt. De hát itt én most már ezt nem tudom. Úgyhogy ez biztos, hogy hát ezzel futni kell néhány belső kört, mire az ember ezzel jól van. Itt a könyvben az interjú alanyok között vannak, tehát hogy kétféle gyásszal találkoztam. Az egyik, amikor az elhunyt személyében, az ő emberségében nem csalódnak. Tehát mondjuk egy örökbefogadás esetén jó szándékú a titkolózás, bár nem célra vezető, nem jó, meg okoz a gyászban felfordulást rendesen, de mégis nem csalódnak az emberségében. Ugyanúgy, amikor egy másságról derül ki, amit csak sejtetek, ott is a szeretet az nem változik, hogy a tisztelet, a szeretet az semmit. Nyilván a gyászt befolyásolja olyan értelemben, hogy ha én ezt tudom, akkor másképp tudok segíteni, akkor másképp viszonyulok. Akár az örökbefogadásnál az volt, hogy hálásabb lettem volna a szüleimnek, vagy az is enyhébb dolog, hogy egy betegséget titkol el valaki. Azt is jó szándékból, mert úgy gondolja, hogy azzal segíti a hozzátartozót. Ő pedig csalódik, de nem az édesanyjával van csalódott, konkrétan ebben a könyvben, hanem hogy ott van az a fájdalom, hogy akkor az az utolsó időszak, ami lehetett volna egy csodálatos ajándék, egy fantasztikus összefonódás, hogy attól megfosztódott, de ennél is rosszabb volt azt elképzelni, hogy magányos volt, hiszen magányosan kellett megküzdenie azzal, hogy meg fog halni. Ezek a enyhébb titkok, és könnyebb a feldolgozás. De azért hosszú út, mert rengeteg kérdés merül fel. Na hát, és akkor ott vannak azok a súlyos titkok, szerintem erről fogok többet beszélni, bár nem tudom, mit fogsz kérdezni, de hogy a súlyos titkoknál ott pedig az egész egyszerűen sokkolóan érje a hozzátartozót, mert legtöbbször halvány fogalma sem volt, hogy akivel ő együtt élt, vagy a családban, hogy annak volt egy kettős élete, hogy mondjuk mérhetetlen mennyiségű adósságot halmozott fel, hogy bele volt csavarodva egy szexfüggőségbe úgy, hogy éjjel-nappal az internetet bújta, miközben a feleség meg együtt érzett, hogy szegény mennyit dolgozik. És olyan is volt, ami a legdurvább történet, nem tudom, azt mondhatom itt, hogy részletekbe menően is. Tehát, hogy volt egy gyógypedagógus, aki tiszteletreméltó férfiú volt, és mindenki nagyon szerette, úgyhogy az is az interjúnak a címe, hogy áldott jó ember volt. És egy nagyon szép harmonikus házasság volt, és hát rákbetegségben meghalt a férfi. És a feleség elhívta az unokatestvért, hogy takarítsa le az interneten, vagyis a számítógépen a dolgokat, de csak ilyen apró dolgokra gondolt, azt gondolta, hogy nem tartozik ő rá az a kis intim szféra, amiről beszéltél. Ez meg is történt, és 3 napig kegyetlenül gyászolta a férjét, mindössze 3 napig, mert a 3. napon a fiókban olyan pendrive-okat talált, amin olyan felvételek voltak, hogy a rábízott értelmi fogyatékos lányokkal szexuális kapcsolatba került, amiről felvételeket készített a lakásban évtizedre visszamenőleg. Tehát rejtett kamerákat helyezett el a lakásban. Na most abban a pillanatban megszűnt a gyász,
de minden megszűnt, tehát ilyen, azt se tudta, hogy most melyik világegyetemben van a hölgy, és hát az, hogy milyen érzések jönnek, nem csak ennél, kevésbé durva dolgoknál is, a harag. Tehát az első az, hogy ez mi ez? Tehát, hogy ez a sok, és ez a tagadás, és ez a... És utána jön az elképesztő harag, néha gyűlölet is, hogy ezt hogy tehette, hogy ez hogy lehet. És visszamenőleg is átírja a múltat. Tehát ezt hosszan tudnék erről beszélni, csak nyilván van ennek egy ritmusa, ennek a beszélgetésnek. Tehát, hogy átírja az egész múltat, nem csak arról van szó, hogy csalódok abban az emberben, hanem arról is, hogy az én elmúlt 10-20-30 évem akkor most mi volt? Miről szólt? Lehet, hogy egy ilyen fekete luk keletkezik. Egy darabig igen, de aztán majd beszélek arról, hogy csodálatos utat járnak be ezek a gyászolók. Én gondoltam, hogy a legenyhébbel kezdjünk, de így a közepébe vágtunk a legkeményebb történettel. Ugye a másik kérdés, ami mindig fölmerül a gyászolónál, hogy kellett volna-e tudnom, kellett volna-e jeleket látnom. És van néhányan, például megoszlik a könyvben is az interjú alanyaid véleménye erről. Van, aki azt mondja, hogy utólag össze tudta rakni egy kirakósként, hogy bizonyos dolgok miért voltak úgy, vagy miért történhettek, de volt, aki ebben az esetben is, itt a legdurvább esetben is, aki azt mondta, hogy fogalma se volt, tehát semmilyen jelen nem volt. Nem tudom, hogy mi a tapasztalatotok ebben, Noéminek is akár terápiás tapasztalata, hogy legalizáljuk ezt, hogy tényleg van ilyen, hogy nem látja az ember, és nem az ő hibája. Mert ugye mindenki keresi a másik közös pont, hogy mindenki azt keresi, hogy ő hol hibázott, ő hol volt kevés, hol volt vak esetleg ezekre a dolgokra. Hát hogyne egy ilyen helyzetben kezded a saját felelősségedet is vizsgálni, hogy nem láttam, hogy nem vettem észre. Ugye a rossz nyelvek azt mondják, hogy olyan nincs. Mindenki látja. Látnia kellett volna. A tapasztalat pedig azt mutatja, hogy tényleg van, amikor nem látod. Szóval, hogy amikor valaki titkolni akar valamit, akkor elképesztő erőforrásokat tud megmozgatni. Tehát tud annyira odafigyelő, annyira gyengéd, annyira más lenni, hogy elaltassa a te gyanakvásodat, és akkor hát miért gyanakodnád, hogy az ember azért legalább otthon szeretné magát biztonságban érezni, és hogyha a másik úgy viselkedik, hogy minden jelét megadja annak, hogy te bízhatsz benne, akkor természetesen bízol benne, hát azért az ember nem egy paranoid gyanakvásban éli otthon az életét. És hogy ilyenkor azt gondolom, hogy mert ha voltak jelek, és aha, úristen, de hát ott is, akkor persze van egy bűntudat, amit meg kell dolgozni, de legalább megvan az az élményed, hogy a jelzőrendszered azért mégiscsak jól működött. Lehet, hogy nem figyeltél rá, de azért van egy olyan biztonságélményed, hogy van bennem valami, egy belső hang, amire jó lett volna hallgatni. Na most, hogyha ez nem szólt, akkor meg ott van egy ilyen nagy elbizonytalanodás, hogy én ennyire naív vagyok, ennyire átverhető vagyok, ennyire vak vagyok, ennyire kihasználható vagyok, és ott még inkább megéled a saját sérülékenységedet. Most annyi hemzsegnek a gondolataim, hogy azt se tudom, hogy melyiket mondjam így hirtelen, hogy igen, visszamenőleg van, aki elkezdi felismerni azt, hogy amikor hihetetlen feszültséget, például egyik feleség feszültséget érzett, megbetegedett ő, tehát hatással volt rá a férjének a viselkedése, csak ő mindenfélét magyarázott, mert mivel nem nincs a tudatunkban az, hogy létezhet olyan, mondjuk, hogy például, hogy abuzálja a kislányainkat. Tehát ez egyszerűen nincs egy anyának a fejében, tehát nem jut eszébe, ha lát valamit. Itt például volt egy olyan, hogy bement, és a férjének a keze a fürdővízbe volt. Hát mit gondol egy feleség, hogy hát ellenőrzi a víz hőfokát, nem? De nem gondolja, hogy jár a keze mindenfelé. Tehát, hogy nem mindig felismerhető az.
Viszont mondtad, hogy úgy viselkedik, hogy közben kedves, meg nem tudom, de hogy igazából az történik, hogyha őriz valaki egy titkot, akkor az kihat mindenfelé, tehát hogyha kénytelenül folyamatosan kontroll alatt tartani magát, akkor sajnos elvész a kommunikációnak a spontaneitása, az örömteli beszélgetések, mert minden területre ez kihat. De akkor se arra gondol a családtag, hanem hogy szegény túl van terhelve, meg a kapcsolatunk úgy látszik már nem olyan jó, hát mindenfélét mondunk, ugye? Csak pont azt nem, amit nem tudunk előre kitalálni. Igen, ez nagyon érdekes, ezt meg egy picit járjuk körül ezt a témát, hogy mindenre kihat ez a titok, ugye nem egy tényleg a alanyot számolt be betegségről. Nagyon sokan voltak például, akik a halált, magát ugye az elhunytnak a halálát, távozását vagy betegségét is, aztán később ennek tudták be, hogy a titok őrzése maga olyan teher volt rajta, ami okozott különböző betegségeket, vagy felgyorsított bizonyos folyamatokat, de ez az idegesség, ez a bizonytalanság, amit az ember inkább azzal próbál kompenzálni, hogy még jobban nyomja, még jobban oda teszi magát az életbe, még több házi munkát, vagy akármit végez az illető körül, mondjuk ha nőről van szó éppen, de nem feltétlenül csak nőkről van szó nyilván. Szóval, hogy van ez a titok, hogy hat ez a titok, mit tapasztaltatok? Hát érzékelhetően nem feltétlenül. Tehát amit így nyakon lehet ragadni, hogy igen, ebben a családban van valami, nem feltétlenül, de az biztos, hogy rongálja a kapcsolatokat, és hogy áldozat maga a titok, vagy hát nem tudom, hogy áldozatnak nevezhetem el, de hogy mi szenvedő alanya a titok gazda is, mert hogy ő se tudja megélni az intimitást, állandóan fegyelmeznie kell magát, kontroll alatt tartani, félelemben él, és hát feltetjük a kérdést, hogy de akkor miért csinálja, miért nem hagy fel a tevékenységével? Hát nagyon sok, vagy hogy miért nem vallja be? Hát fél a konfliktustól, fél a megszégyenüléstől például, félhet attól, hogy abba kell hagynia azt a tevékenységet, amihez ő ragaszkodik. Tehát nagyon sok oka van annak, hogy vagy akár kíméletből, hogy nem akarom terhelni a másik embert azzal, vagy akit én nagyon szeretek egyéb iránt, nem akarom őt elszomorítani. Csak azt nem tudom, hogy meddig lehet ezt, ugye ott kint beszéltünk erről, hogy mégis mit gondolnak ők, hogy ezt meddig lehet húzni. Igen, azt gondolom, hogy ezeket a gondolatokat így elhessegetik maguktól szerintem a legtöbben, akik ilyen súlyosabb titkot hordoznak, és hogy mondod, titokgazdák. Én ebben egyébként látok egy ilyen transzgenerációs vonalat is, hogy van az, hogy a családokban mondjuk lehet sokáig titkolózni. Hát mert jövünk olyan családokból, a legtöbben olyan családokból jönnek, ahol ez a megszokott klíma, hogy nem beszélgetünk, hogy nem mondjuk ki, hogy mit gondolunk, hogy mit érzünk, hogy vagyunk egymással, hogy éppen a minap volt egy csoport, ahol beszélgettem felnőtt emberekkel, és visszagondoltak az ő kamaszkorukra. És azt mondták, hogy a magány a legjellemzőbb élményük a kamaszkorukból, mert nem kérdezték meg a szülők, hogy vannak, de ők se kérdezték a szülőktől, tehát hogy nem volt egy olyan nyílt kommunikáció a családon belül, egy olyan felszabadultság élmény. És amikor így nősz fel, és csinálsz egy saját családot, alapítasz egy saját családot, és próbálsz ott, lehet, hogy eldöntöd, hogy máshogy szeretnéd csinálni, de aztán mivel nem tudod, hogy kell, ezért viszed tovább ezt a nagyon távolságtartó, nagyon, nagyon olyan beszabályozott, olyan kicsit kicsi rideg klímát a családodba, újra teremted a saját családodba, mint ami a származási családodban volt jellemző. És akkor ott aztán nagy tere van annak, hogy ez a titkolózás az úgy meg tudjon történni, és akár évtizedekig tudjon tartani. Most egy kicsit így megérintve éreztem magam, mert hogy én is úgy gondolom, hogy most ugye már idősebb vagyok, most már sokkal jobban tudnám szeretni a gyerekeimet például. Tehát, hogy akkor
akkor én se tudtam ezt a őszinte, nem, őszinte voltam, csak egyszerűen nem tanultam én se azt meg, hogy hogyan kell az érzelmekről beszélgetni egyáltalán. Mondjuk játékon keresztül megtörténtek szerencsére azért némileg, vagy ezt hazudom magamnak. De egyébként hadd nyugtassalak meg, hogy az anyai létnek ez ilyen szerves része, hogy az ember mindig azt mondja, jobban is csinálhattam volna, szóval, hogy azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak egy ilyen alapélménye. De valóban az, hogy az érzelmeket ki lehet, még kimutatni talán, gondoskodáson keresztül, akár játékon keresztül, de hogy kimondani, hogy szeretlek, hát az olyan ritka. Hát azt nem. Gyakorolni kell még ezt meg, de egy picit. Egyébként pont ezt a transzgenerációs hatást szerintem több történet is alátámasztja, hiszen nem egy nyilatkozó, vagy nem tudom, alanyoknak nem tetszik ez a megnevezés, hogy hívjuk őket. Beszélgető partner, nem? Beszélgető partner, vagy mi volt? Igen, beszélgető partnered elmesélte, hogy milyen szörnyű gyerekkora volt pont emiatt, ami később kiderült titok, vagy ami rányomta az egész család életére a bélyegét, és tulajdonképpen egy folyamatos megfelelési kényszer nem volt ritka, bántalmazó gyerekkor egyáltalán nem volt ritka, sőt, ami megint csak a transzgenerációs hatást támasztja alá, aztán elismerték, hogy az apjuk, vagy éppen az anyjuk, aki őket bántalmazta, és nehézé tette a gyászt a titkával, az maga is egy ilyen családból jött. Tehát, hogy ezt tényleg hordozták, azt hiszem a történetek ezt világosan megmutatják. Itt álljunk is meg, mert az egyik kedvencem az interjú kötetben. Annyira szép az a történet, és olyan jól is, tehát olyan árnyaltan tudott beszélni a beszélgető partnerem, hogy maradjunk ennél a szónál. És az a történet egy kakukktojás, mert hogy ő pont valami pozitívumot tudott meg az édesapjáról. Az volt a történet lényege, hogy gyakorlatilag egész gyerekkorában terrorizálta őt és az egész családot az édesapa, és amikor meghalt, akkor az egész falu vagy kisváros, mindenki himnuszokat beszélt róla, de valós történetekkel alátámasztva, tehát nem csak úgy, hogy ugye az elhunytról persze találkozunk az utcán, akkor persze, hogy nem azt mondjuk, hogy gazember volt az apád, engem is megkárosított, nem ezt mondjuk, hanem szépeket, de ott pontosan történetekkel volt alátámasztva, hogy valóban ez az ember, ennek az embernek volt egy másik lénye, benne volt az ő személyiségében. És mennyire fájdalmas az, hogy ezt miért nem tudta a családjának is nyújtani. Tehát pozitív irányba is lehet csalódni, úgy látszik. Igen, nekem a kedvenc történetem az pont az utolsó, ami egy fiatal emberről szól egyébként, vagy egy fiatal ember meséli el a történetét, aki pont azt tudta meg az apjáról, hogy nem volt olyan nagyszerű, és ezáltal látta meg azt, hogy ő a saját életében hogyan működik, meg hogyan épített szintén légvárakat, akár mint az apja, zárójelben, és éppen a benne van a folyamatban, hogy ezt átírja. Nekem meg ez volt a kedvencem, hogy ezt egyébként szinte bármelyik alanyról elmondhatjuk, beszélgető partneredről, elmondhatjuk, hogy ők, mintha megtörték volna ezt a transzgenerációs mintát a gyásszal, és itt a gyásznak a fontossága szerintem megint csak felértékelődik. Egyértelműen igen, és én akkora ámulattal, csodálattal és tényleg leboruló tisztelettel néztem, tekintettem arra, hogy mekkora utat járnak be, hogy milyen mély emberi küzdelem van ezekben a szenvedéstörténetekben, és hogy még a legborzasztóbb pont, amit elmeséltem még ott is, amikor a feleség azt mondta, hogy nincs az az Isten, hogy ezt meg lehet bocsátani, és mégiscsak eljutott valahogy odáig, hogy igen, leválasztom ezt a tettét valahogy, de megőrzöm belőle, amit megőrizhetek a férjemből, és eljutott a megbocsátásig. Nem mindenki jut el, de nagyon sokan afelé tartanak,
akkor, amikor mi beszélgettünk, már afelé tartottak, hogy szeretnének megbocsátani. És a megbocsátásnak többféle, tehát először is a sokk meg a harag után, mondhatom most ezt, hogy a harag után a harag az volt, hogy a rohadt életben nem tudom szembesíteni, nem tudom megkérdezni tőle, hogy de miért, figyelj, ezt miért csináltad, de tényleg ezt miért csináltad. De aztán jönnek a rengeteg miértek, az elemzés, az analizálás, a feldolgozás, az oldalakon való írás, a napló, könyv, volt, aki egész könyvet írt, segítséget kért valaki, stb. És akkor így haladtak, arra szolgattak, de tényleg, mint a szó a fában, nagyon lassan, de mégiscsak arra szolgattak kifelé, és az volt a gyönyörűség, hogy olyasmit felismertek például, hogy az illetőnek a tette nem ő ellene irányult. Tehát amit tett, mondjuk akinek szeretői kapcsolata volt, vagy kettős élete volt, valamit eltitkult, nem ő ellene, nem őt akarta ezzel bántani. Ez volt az egyik felismerésük. A másik, hogy a szeretetében nem kételkedhetnek, és végül, hogy az illető maga is szenvedett. És akkor már egy együttérzés is megjelenhetett. Igen, én ezt szerettem nagyon egyébként a könyvedben, hogy le se lehetett tenni, tehát hogy én egy huzamra elolvastam, mert egyszerűen nem tudtam letenni, és illetve becsukni a számítógépemet, mert én ott olvastam, hogy ez a folyamat, amit most elmondtál, ez annyira szépen látszik, igen, és hogy ez szerintem hatalmas segítség mindenféle élethelyzetben, amikor egy ember rálát arra, hogy lehet, hogy jó lenne, ha azonnal jönne a megoldás, de a megoldáson, ahogy mondod, mint szó a fába, át kell magam lassan rágni, nagyon nehéz gondolatokon, érzéseken, hogy egy kicsit aztán könnyebb legyen, és ez nagyon szépen kirajzolódik minden történetben. Aztán érdemes azt is hozzátenni, hogy ez teljesen egyéni mindenkinél, hogy meddig tart, hogy milyen intenzitású, igen. És hogy egyáltalán nincs rossz gyász, csak az a jó, ha van gyász, nem igaz? Igen. Nézzük meg egy picit azt, hogy ki az, aki titkolózik. Biztos, hogy a terápiás munkád során találkoztál már ilyen személyiségekkel. Van-e személyiségvonás esetleg, ami jellemző lehet, vagy másfajta körülmények indukálják a titkot például? Hát biztos, hogy az az ember, aki titkolózik, ő, neki valamit találunk a gyerekkorában, ami az önfelvállalással kapcsolatos. Hogy valahol ő megtanulta azt az életében, hogy valamit magából nem lehet vállalni. Az teljesen mindegy, hogy mi volt. Egy tulajdonság, viselkedés, törekvés, amire egy elutasítást kapott a környezettől. Tehát, hogy egy olyan közegben nőtt fel, ahol feltételhez volt kötve a szeretet. És akkor ő megtanult eltávolodni a saját belső vágyaitól, elképzeléseitől, gondolataitól, érzéseitől. És minél távolabb kerül valaki a belső önvalójától, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy színjátékot fog játszani, és egyre távolabb kerülve akár felépít egy ilyen áléletet, amiben aztán akár évtizedeket is el tud tölteni. És hogy közben meg, ahogy mondja a Magdi, megszenvedi ezt, hiszen a kapcsolatainak az intimitási hőfoka, intimitási szintje, az soha nem tud olyan lenni, mint hogyha ő merné felvállalni önmagát. De ennek én biztos vagyok benne, hogy van egy ilyen gyerekkori gyökere. Mert egyébként, ha úgy nősz fel, hogy lehetsz önazonos, hogy kimondhatod, hogy megélheted, hogy megteheted, aztán utána persze a következményekkel szembesítenek, mert azt gondolom, hogy az a jó nevelés, amikor hagyom, és megmutatom neki, hogy ennek viszont ez lesz a következménye, de megtanítom a következmények elviselésére is. Tehát, hogy akkor nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy belecsúszol abba, hogy egy ilyen nagy élethazugságot alakítsák ki magad körül. Azért vannak védőfunkciót ellátó titkok is, amikor egy családot védi a titok, mondjuk üldöztetés
betegség esetén, vagy a szégyen, a szűkebb, tágabb közösség megítélésétől, mert mondjuk erkölcstelennek ítélik meg, vagy ugye mai társadalmunkban, itthon Magyarországon ugye a másságnak az elfogadása az nem olyan egyszerű, és van, hogy így bele kényszerül valaki abban, hogy ne tárja fel, hogy azt, amit rejteget. Úgyhogy azért van ilyen is. Hogy ne itt, ahogy mondod, a szégyen, hogy ez egy nagyon fontos komponens abban, amikor elkezdünk titkolózni. És a szégyen az egy olyan érzés, hogy 18 hónapos csecsemő már tud szégyenkezni, amikor azt veszi észre, hogy ő megél valamilyen érzelmet, és ránéz a szülőre, és azt látja, hogy a szülő nem megy vele abban az érzelemben. Tehát ő nagyon boldog, és a szülő pedig nem annyira. És akkor már megéli azt az érzést, hogy hoppá, itt valami nem stimmel velem, valami olyan dolgot csinálok, amit nem tud lekövetni a környezetem. Más vagyok, mint éppen itt az anyám, máshogy érzem magam, mint ahogy ő, és akkor már megéri a szégyent, úgyhogy ez egy olyan érzés valóban, ami nagyon gyakran arra sarka, hogy ne vállaljam fel önmagam, és igen, a társadalmi közeg, ez a kultúra, ez sajnos rá erősít arra, hogy ne mert magad felvállalni adott esetben. Tehát itt akkor erre körülbelül úgy kell gondoljunk, hogy ez tényleg egy kettős lét, hiszen van egy elutasított léte az embernek, egy eltitkolt éne, és van egy vágyott éne, amit mondjuk megél a aktuális feleségével, vagy aktuális családjával, ahol szeretetben is, és gyakran jó kommunikációval, így fogalmaznak legalábbis a búcsúzók, éltek lelki kötődésben, és stb. Tehát tulajdonképpen egy ilyen teljesen fekete-fehér kettősségben él a titoktartó. Hát, ha mélyen belegondolunk, akkor elkezdünk együtt érezni ő vele is, aki ilyen helyzetbe sorolja, vagy taszítja saját magát. És egyébként ez nem megy egyik pillanatról másikra, sokszor elkezdődik valami, mondjuk egy függőség, valami ártatlan dologba, és akkor egyre mélyül, és akkor ott a szégyen, meg hogy azért pontosan tudják azt, hogy ezzel ártanak, hogy ez bűn, amit elkövetnek, vagy van nekik is egy ilyen erkölcsiségük, hogy ez nem fér bele igazán, nem tehetem ezt a feleségemmel, a gyerekeimmel, ezt nem tehetem, és ez a bűn, ez nyomasztja, de nem képes abba hagyni, nem képes lemondani róla. És aztán kifuttatja addig, amíg belebetegszik akár, mert lehet, hogy tényleg ebbe, és akkor meghal, és ott van a bomba robban a család nappaliában. Te láttál esetleg már példát erre, hogy valaki ezt meg tudta dolgozni? Tehát, hogy föl tudott életében oldani ilyen titkot? Vagy el tudott képzelni terápiás esetben, hogy ez nehéz, kemény munkára, de meg tud valósulni? Nekem volt olyan páciensem, igen, aki évtizedeken keresztül hordott egy titkot a gyerekkel kapcsolatosan, hogy ki az apuka, és aztán ezt ő felvállalta végül. Tehát, hogy eljött egy olyan pont az életében, amikor azt mondta, hogy ezt nem tudja tovább vinni, mert hogy neki lesznek majd unokái is, és hogy azt mondta, hogy ezt nem lehet tovább passzolni. Tehát, hogy éppen elég nagy probléma, hogy az ő gyereke úgy nőtt fel, hogy nem tudta az igazságot. Ez egy hosszú folyamat volt. Hogy eljutni odáig, hogy rettegett attól, hogy megszakad az a szeretett kapcsolat, amiben addig ő élt a gyerekével, és ezt a félelmet kellett valahogy megdolgozni annak érdekében, hogy legyen ereje ahhoz, hogy felvállalja. És ott egyébként nagyon szépen elsült, de azt gondolom, hogy szükség volt arra, hogy ő felkészüljön, hogy ő ne egy ilyen bűntudatos viszonyulással mondja azt, hogy
hát én ezt csináltam, ez történt, ezt eltitkoltam, hanem hogy merjen beleállni, hogy igen, volt egy olyan időpillanat az életemben, amikor én ezt jó döntésnek gondoltam, ezért, meg ezért, meg ezért, és későbbiekben pedig nem volt bátorságom, hogy ezt felvállaljam, hogy felszínre hozzam, és hogy mi segített aztán, mi vezetett aztán oda, hogy mégis merek róla beszélni. Tehát ezt a folyamatot így feltárva tudta ő aztán ezt igazából így megbeszélni a gyerekkel, aki nagyon-nagyon jól reagált erre. De azért az is egy fontos kérdés, hogy valóban kell-e minden titkot feltárni? Mert ez is foglalkoztatott, hogy az a feleség, aki megtalálta ezeket a kompromittáló filmeket, a férjének a előző házasságából származó felnőtt gyerekeinek elmondja-e, vagy sem, mikor tesz jót, mikor árt vele, mikor van itt ennek az ideje, ha mégis igen, és ha nem, úgy dönt, hogy nem, akkor ugye vajon ez a transzgenerációs átok ömpölyöge tovább, vagy mi történik? Pillanatnyilag ő úgy döntött, hogy nem mondja el, megkíméli ettől a felnőtt gyerekeket. Ez óriási gondot okozott neki, mert a temetésen is nem tudta, hogy hogy viselkedjen, mert hogy ő utálta ott azt a holttestet vagy urnát, úgy, ahogy van, és nem tudott gyászt mutatni a rokonság előtt. Tehát ez gond volt neki, de aztán eldöntötte, hogy ő inkább megőrzi ezt a titkot. Volt olyan történet is, ahol szintén ugyanilyen nehéz helyzetbe került az illető, és aztán úgy döntött, hogy inkább elmondja, tehát ő maga is könnyít a saját lelkén, és nem akart titokgazdává válni. Egyébként nekem, ami leginkább megható volt az összes történetben, az a szeretet. Ugye? A vég. Igen, hogy mindenki, gyakorlatilag minden gyászoló oda jutott el, hogy bármi is történt, az a szeretet, ami benne volt, az nem múlt el, akár még ettől a legborzasztóbb esettől sem, vagy akár mit is tettek az illetők. Tehát az a szeretet megkérdőjelezhetetlen. És így kapcsolnám az előző kérdéshez, hogy ha az életében megérzi mondjuk a titok gazda ezt a szeretetet, vagy meg tudta volna érezni, akkor lehet, hogy lett volna tere annak, hogy a titkot megossza. Bár, és itt egy nagy kérdőjel, hogy ha tudta volna például a történet, amivel én gondoltam kezdeni, az egy egészen egyszerű történet, egy késői ismerkedés története, és majd, hogy nem azt mondom, hogy érthető, hogy az ember, vagy a férfi ez esetben eltitkolja a korábbi múltját, hiszen lehet az is, hogy ő ezzel leszámolt, lezárta, ő egy teljesen új életet akart kezdeni 50 plusz évesen. Tehát, hogy itt, hogyha ennyit tudunk a történetből, akkor akár azt is gondolhatnánk, hogy ez egy teljesen normális... Kezdhetünk új életet, nem? Dolog, nem? Hogy kezdhetünk új életet. Snit és akár. Új élet. Vagy nem kezdhetünk? Hát szerintem nem egyébként. Én azt gondolom, hogy új életet nem kezdhetünk. Átalakíthatjuk az életünket. Leszámolhatunk sok rossz dologgal, ami nyomaszt minket az életünkbe, de hogy az nem egy új élet lesz, az ugyanúgy a mi életünk lesz, és hogyha valaki belép, ahogy az elején ugye mondtam, hogyha valaki bejön az életünkbe, nem kell minden apró részletekig belemenőleg elmondani, és listázni, hogy ekkor ezt csináltam, és ez volt, és azt, olyankor azt éreztem, de hogy azért nagy körvonalakban szerintem az életünknek a fontos állomásairól azért érdemes beszámolni, hogy ez a másik ember tudja, hogy mégis ki vagyok én. És én is ugyanígy szeretném tudni, hogy ő kicsoda. Mondom, a részletek nem érdekelnek, de azért a nagy körvonalak, igen, azt szeretném látni. Én azt gondolom, hogy akkor tud kialakulni egy olyan bizalmi kapcsolat, hogy értsem, hogy akkor te most, mondtam én, miért reagálsz olyan érzékenyen, vagy sértődékenyen egy adott helyzetbe. Mert ha tudom, hogy téged sokszor becsaptak és bántottak, akkor értem azt a reakciót. Egyébként pedig nem értem, és azt gondolom, hogy kettőnk között van valami probléma. De hogyha az előzményekkel tisztában vagyok, akkor lehet, hogy máshogy fogok hozzád szólni, máshogy fogok veled viselkedni.
Nyilván itt a titkok nagy része negatív dolog, amivel ugye az ember akár az ismerkedést, akár egy új kapcsolatot végül is el tud folytani már csirájában, hogy így finoman mondjam. Egy nagyon fontos kérdés, mert hogy ezek az emberek aztán, akik ekkora nagyot csalódnak, elveszítik a bizalmukat, hogy akkor hogyan tudok hinni bárkiben is. Tehát ez a újrakezdő elvált fiatal asszony, aki megismerkedett valakivel, és gyakorlatilag szemen szedett hazugságok halmaza volt egyik oldalról, amiről semmit nem tudott, másik oldalról meg a csillagos égnek a lehozása. Gyönyörű, és akkor, amikor ezek kiderültek a halál után, de olyan döbbenetes módon, hogy nem is tudta, hogy gyerekei vannak, és akkor, illetve egyről tudott, és akkor, amikor meghalt a férje, akkor, vagy a kedvese, akkor egyszer csak valaki felhívta a telefonon, jó napot kívánok, én a Elemérnek a fia vagyok. Még egy jó napot kívánok, én az Elemér lánya vagyok. Tehát olyan hihetetlen. És akkor ugye ez az elvált fiatalasszony szeretne ismerkedni újra és bízni, de hogy nem olyan egyszerű. Vagy egy másik történetben egy fiatal lány az édesapjában csalódott, mert az édesapjának nem egyszerűen csak egy szeretői kapcsolata volt, hanem gyakorlatilag egy kettős élete. És nem is ez volt benne a legdurvább, hanem az, hogy ezt teljesen nyíltan csinálta, és ezt mindenki tudta, tehát abban a városban, ahol ők laktak, ezt mindenki tudta, a család, a nagy rokonság is mindenki tudta, csak ő és az édesanyja nem. És azért teljesen baleknak, hülyének, idiótának érezte magát, amikor ez így kiderült, hogy visszamenőleg elképzelte a karácsonyokat, a mindenféle családi közös, ahol mindenki tudja, hogy ez a két ember. Szóval ezt gondolom, itt mindenki el tudja ezt képzelni, hogy milyen borzasztó. Na és akkor ez a fiatal lány, egy csomó dolog megingott benne. A bizalom az, hogy az apa, ugye, hogy egy fiatal lánynak nagyon fontos, hogy a modell, és minden így összeomlott. Ő is párválasztás előtt állt, és azt se tudta, hogy most akkor merre hány. Igen, itt ugye nehéz azt mondani, hogy ez egy kegyes hazugság volt, egy védőfunkciót ellátó titok volt, mert nem, miközben valóban lehet egy titok a létrejöhet azért, hogy védjem. Ugye nagyon sok olyan származásbeli titok az azért keletkezett, hogy mi átmentünk a szörnyűségeken, erről nem akarunk beszélni, ne is tudja a gyerek, meg az unoka annak érdekében, hogy ők ne érezzék azt, hogy ez a világ milyen szörnyű is tud lenni. Ott van egy védőfunkció. Ebben az esetben azért ezt nehéz azt mondani, hogy volt. És ugye az összjátéka és az összejátszása minden családtagnak, meg ismerősnek, az egy hihetetlenül fájdalmas felismerés lehetett, hogy nem csak az apa hazudott, hanem mindenki hazudott. Igen, ez nagyon érdekes volt, amit egyébként az örökbefogadásról szóló történetben, és talán egy picit érdemes erről beszélnünk, ma elég népszerű téma, vagy hogy mondjam, tehát elég szükségszerű téma manapság az örökbefogadás. Szerencsére egyre inkább nyílt, de ez korábban, tehát néhány évtizeddel ezelőtt ez egyáltalán nem volt általános a nyílt örökbefogadás. Tehát el tudom képzelni, hogy nagyon sokan vannak, akik a mai napig nem tudják, hogy ők örökbefogadott gyerekek abban a családban. Ezt a pozitív titokként ítélted meg, hogy ez egyfajta védő hazugság, vagy védő titok, ami a gyereket nem terheli idő előtt. És ebben a történetben ez csak úgy kapcsolódik most ide hirtelen, hogy ott is az egész család, az egész közeg, minden ember tiszteletben tartotta, így fogalmaztak aztán meg, amikor rájött. Gyorsan szeretném kiavítani, hogy dehogy olyan értelemben nem tartom pozitívnak, hogy ez egy jó döntés volt, hanem csak, hogy nem csalódtak az elhunytban. Ez egy nagyon fontos, hogy
hogy az ő emberségében, a jó szándékában egy pillanatig sem kellett csalódni. Bár abban azért igen, hogy mégiscsak hazudtak nekem, tehát azért ott, de én egyáltalán nem tartom ezt jó dolognak, sőt, nekem is van, ott ül egy örökbefogadott gyerekem, és első pillanattól kezdve tudta, hogy ő egy örökbefogadott. Tehát Isten őriz, hogy ezt kövessük. De korábban tényleg ez volt az általános nézet. Még képesek voltak az anyák elutazni, és azt a hamis látszatot fel a faluban mutatni, hogy közben megszülték a gyereküket, és hozták a babát valahonnan. Igen, a legtöbb örökbefogadott gyerek máshol született, igen. Ugye? Igen, nem tudom, hogy terápiában találkoztál-e ilyennel, és hogy mit él esetleg át az örökbefogadott, aki hát ez attól függ, hogy mikor derül ki, és hogyan derül ki. Abszolút azon múlik, hogy meg nyilván, hogy milyen volt a kapcsolata az örökbefogadó szülővel, hogyha az egy konfliktussal terhelt kapcsolat volt, akkor természetesen sokkal nehezebb, de hogyha ez egy jó, stabil, megtartó kapcsolat volt, egyébként egy szeretett kapcsolat, ott nagyon gyakran az a befolyásoló tényező, hogy dolgozódik fel, hogy mikor és hogyan derül ki. Nézzük meg egy picit az, hogy mit él át maga a gyászoló, és utána adnék lehetőséget a közönségnek is, hogy kérdezhessen, ha van kedvetek, addig készüljetek kérdésekkel. Szóval mit él át a gyászoló, amiről beszéltünk, az az elsődlegesen a harag, a dű, a tehetetlenség. Hogyan zajlik, vagy hogyan ömlik rá ez a folyamat tulajdonképpen? Hát maga a halál is egy olyan misztérium, hogyha nem történnek ilyen sokkoló dolgok, akkor is nagyon-nagyon nehéz azt felfogni, hogy tegnap még élt, ma meg nem, és nem fog hazajönni, és tényleg egy kicsit ilyen az őrültséghez hasonló állapot, hogy tudom, hogy meghalt, de nem teszem el a papucsát az előszobából, mert még majd hazajön. Tehát ez amúgy is. És akkor, hogyha párosul még mellé egy ilyen információ valami, akkor derül ki, akkor az komolyan ilyen agyi, nem tudom, zűrzavart okoz teljes mértékig, és nagyon, tehát mondhatnám azt, hogy komplikáltá teszi a gyász folyamatot. És hát elindulnak azért az embernek a megküzdő képessége, az varázslatosan szép, és hát túl akarják élni valahogyan, először is önvédelemből, meg a családvédelmében, és elindulnak egy úton, és nagyon különböző, tehát borzasztó egyedi, hogy ki hogyan. Például az egyik fiatal, az is a kedvenc történetem, a Fidi, azt hiszem ezt a álnevet javasolta, hogy írjam neki. Ő hát annyira gyönyörű, amit ő bejárt, mert az egy csodálatosan szép házasság volt, annak ellenére, hogy a férjének állandóan voltak szeretői, de mégis nagyon-nagyon szoros volt az ő kötelékük. De hát döbbenetes volt erre rájönnie azért a feleségnek, és hát találkozott a szeretőkkel közösen, akkor csapatot alkottak, akkor megbeszélt, és mindegyik szenvedett, tehát a szeretők is szenvedtek rendesen, hogy meghalt a férj, meg ők is megtudtak dolgokat, amit nem úgy gondoltak. És hogy azon nagyon érdekes, hogy menet közben is kiderülhetnek még újabb csontvázak. Tehát például ez a fiatalasszony, aki jó, akkor most már elfogadom, hogy a férjemnek erre szüksége volt. Oké, de akkor egyszer csak egy olyan csontváz zúdult a nyakába, hogy korábban a férje, amikor még élt, akkor amikor hazajött, akkor kis vödröcskében mindig valami ebédet hozott, amit azonnal beborított a kutyáknak. Na most ezt utólag tudta meg, látta a feleség, de mit tudta ő, hogy honnan hordja a kutyáknak a kaját, de utólag megtudta, hogy az egyik szerető élelmezte, azt feltételezve, hogy a feleség nem jól gondoskodik. Na és hát ez sokkolóan hatott rá, hogy a rohadt életben hát ő körbeugrálta. Tehát ő egy olyan feleség volt, aki a kisuramat egyszerűen tip-topba járatta meg, fú, és akkor még, hogy ő nem gondoskodott. Tehát
értitek, hogy ott van az egész nagy probléma a szeretők, de azon belül meg ilyen apró részlet is nagyon. Vagy akár egy mondat, amikor a levelezésben volt olyan történet, ahol egyáltalán nem volt szerető, csak az utolsó hetekben, amikor a férfi el akart távolodni, mert valaki miatt. Tehát visszamenőleg nem írta át a múltat a kapcsolat, de hogy ott is a levelezésben volt egy mondat, hogy ami a múlt, ami a férfi nyilván kedveskedni akart az új szerelmének, és akkor úgy lefikázta, vagy leértékelte valahogy a kapcsolatot, de valószínű, hogy ezt nem gondolta olyan komolyan, na, de hát az tördöfés volt a feleség számára. Tehát is szükségszerű, hogy az ember átmenjen a haragon, ezen a tépelődésen. Egy picit csak, igen. Hát, ha véletlenül ne talán is nem kívánjuk senkinek, hogy ilyen helyzetben feltalálkozzon, de mondjuk találkozhatunk ismerősökön keresztül, majd arra is rákérdezek, hogy hogyan lehet támogatni ezt. De hogy valójában minden megengedett, és minden van, és minden egyszerre van. Igen, és segítséget, nagyon sokan nem, többség nem kért segítséget, mert hogy ők is szégyelték, ami történt, és azért is jelentkeztek interjú alanyok számomra, vagy hozzám azért jöttek, hogy végre valakinek lehet erről beszélni. Tehát, hogy ezek a találkozások egy kicsit ilyen terápiás találkozás volt, nem ez volt a célja, csak ugye, ha egyszer több órán keresztül hallgatok valakit, akkor annak van az egy ilyen mellékhatása is. És pont azért, például az a édesanyja, a feleség, akinek az derült ki, hogy a kislányokat abuzálta az egyébként fantasztikus, rendkívüli férfi, férje, ő senkinek erről nem mert beszélni, mert azt feltételezte, hogy nem is hinnék el erről a férfiről, azt feltételeznék, hogy a kislányok hazudnak, nem is olyan kicsik már. És ezért jött hozzám, hogy akkor ezt így elmondja. Nem tudom még, hogy így a nem kötelező a harag egyébként, mert hogyha nem csalódik az elhunytban, erről itt most kevesebb szó esik, pedig van itt köztünk olyan, aki egyáltalán nem csalódott, akkor nyilván ott nem jönnek ilyen haragok, főleg nem az elhunyt irányába. Nyilván most a titkolózókról beszélünk inkább. Valamit szeretnél volna ezzel? Hogy ezt olyan jó lenne, hogyha elfogadnánk magunkban az ambivalenciákat, hogy egyszerre tudom gyűlölni, és közben a következő pillanatban meg ilyen mély szeretetet megélni, hogy tudok kétségbe esni, és aztán utána pedig valami olyan felszabadultságot érezni, és hogy ez lehet, hogy tényleg pillanatról pillanatra változik, mert hogy az ember egy ambivalens lény, és hogy az nagyon jó lenne, hogyha ezzel így megbékélnénk a magunk ambivalenciájával is, és hogy igazából ez a könyv, én azt hiszem, hogy rámutat egyrészt a gyarlóságainkra is, ami az emberben benne van, így nagy általánosságban, de rámutat arra is, hogy egy ilyen megküzdő valakik is vagyunk, akik addig-addig dolgozzák meg ezeket az élményeket, amíg valahogy mégiscsak ki tudnak belőle úgy keveredni, hogy többé válnak. Hát ez az utolsó, pont ezt akartam mondani, hogy többé válnak, hogy aztán itt kiderül a végére, hogy jó, nem kérik, hogy ez legyen, de ha már megtörtént, akkor gazdagodtak valamilyen módon a megküzdéssel. Úgy hívják ezt a pszichológiában, hogy poszttraumás növekedés, és hogy nem a trauma közvetlen eredménye, hogy most történik velem egy rossz, és jaj, de jó, mert közben az én személyiségem mennyire fejlődött, nem, ezt nem kapjuk ilyen könnyedén és ingyen, hanem maga a megküzdés hozza azt a fejlődést. És hát ezek az emberek aztán nagyon átmentek ezen a tisztító tűzön, rettenetesen, ami azt jelenti, hogy elkerülhetetlen a fejlődés. Egyszerűen a személyiségnek a gazdagodása ilyen esetben elkerülhetetlen. És hát erről meséltek is, és akár egy életpálya módosítás is bekövetkezhetett. Erről majd még egy picit beszéljünk, de kérdezzük meg a közönséget, hogy nekik van-e kérdésük, vagy van-e olyan téma, amerre fele
még egy picit elkanyarodjunk. Hogyha itt van, ott lesz egy kérdés az úrnál. Ha lehet a fényen, megint egy picit változtassunk, hogy a közönség is kapjon egy kis fényt. Sziasztok, jó estét! Köszönöm a szót. Lenne egy kérdésem, amivel tudnék kapcsolódni erre az örökbefogadás történetre. Ez egy nagyon friss tapasztalat. Múlt héten voltam rokonoknál, és találkoztam egy kisfiúval, akivel korábban soha nem találkoztam, és focizni hívott. És elkezdtem vele focizni, és egy pár óra közös játék után így odállt hozzám, és azt mondta, hogy képzeld el, hogy engem örökbefogadtak, és nagyon magányos vagyok, bántanak a suliba, és még sorolt még nagyon sok ilyen dolgot. És ugye én nem vagyok pszichológus, nekem teljesen más a foglalkozásom, de ebben a szituációban ott voltam, és nagyon nehéz volt ezt így hallgatni, átélni, és a kérdésem az, hogyha az ember egy ilyen szituációba kerül, mit érdemes mondani, mit érdemes figyelembe venni? Szóval ez lenne a kérdésem. Köszönöm szépen. Köszönjük. Én? Kezdte. Mindig azt gondoljuk, hogy vannak csodamondatok. De ugye a mondatok, amiket mondunk, azok attól lesznek csodamondatok, hogy őszintén mondjuk ki őket. Hogy önazonosan mondjuk ki őket. És hogyha azt hiszem, hogy bármit mondtál, az egy csodamondat volt neki, mert nem véletlenül mondta el ezt neked. Tehát ott a focizás alatt érzett egy olyan figyelmet, egy olyan jelenlétet, ami megengedte neki, hogy téged a bizalmába avasson, és hogy mindegy, hogy mit mondtál, mert te mondtad. És az attól lett csodamondat, hogy te mondtad. Mert te már közben valakivé váltál az ő szemében. És hogy talán ez a legfontosabb, hogy mindig, amikor valaki így megoszt velünk valamit, akkor önazonosan válaszoljunk. Akkor ne azon gondolj, úristen, mit kéne mondanom. Mondd azt, amit érzel. Fú, nagyon megleptél. Azt se tudom erre, hogy reagáljak. Az jutott eszembe, hogy neked milyen lehet. És akkor majd ő megint mondja, hogy... Ennél jobban nem tudok mondani. Hát elsősorban a meghallgatással lehet segíteni, és óvatos kérdésekkel, tehát nem vallató kérdésekkel, hanem csak úgy az érdeklődő kérdésekkel, tehát csak olyan kíváncsian. És akkor ő még jobban megnyílhat esetleg, és lehet, hogy te vagy az egyetlen ember, akinek erről mert beszélni, és senki másnak, és mekkora nagy segítség ez. És hát aztán lehet, hogy az is kiderülhet, hogy kell valamit lépni, mert hogy ő tudja, de a szülei közben, tehát egy ilyen kegyes hazugságban élnek, miközben pontosan tudja mind a kettő, és ugye azért ezt jó lenne tisztába tenni valamilyen módon. Ez pont olyan, mint amikor a haldoklónak ugye nem mondja meg a családtag, hogy nagyon beteg, pontosan tudja az eltávozó is, hogy meg fog halni, meg tudja családtag is, de hát játsszák ezt a játszmát, és akkor egy ilyen kommunikációs zárlat alakul ki. Most ugyanez lehet egy családban is, hogy tudja a gyerek már pontosan, hogy ő egy örökbefogadott, de hát alkalmazkodik a szüleihez, akik titkolják ezt. Nekem nagyon úgy hangzott, mint egy, itt lesz majd a következő kérdés az elsősorban, nagyon úgy hangzott, mint egy kapcsolat kezdete, nem? Igen, igen. Most ezt akartam kérdezni, hogy visszamész? Igen. Mert hogy menj vissza. Ezt a kapcsolatot érdemes. Igen, talán. Megígértem neki, hogy visszamegyek, és fogok vinni neki egy monopoli társast, amivel majd játszunk. Ez nagyon szép, szerintem. Viszont eszembe jutott egy másik kérdés, vagy egy ide kapcsolódó kérdés, mielőtt a következőnek helyet adunk, hogyha mi kerülünk abba a helyzetbe, hogy egy titok megosztódik velünk, vagy valaki megosztja a titkát velünk, akkor hogyan érdemes ezt kezelni, fogadni, bánni ezzel a titokkal és a titok gazdájával? Hú, hát ez nagyon nehéz, mert felveti azt a kérdést, hogy akkor vagyok-e tisztességes, becsületes, hogyha a titok
feltárom, akiről beszélnek, éppen mondjuk egy ilyen, van egy ilyen történet, válás történet is, hogy nagyon-nagyon haragszik egy férfi a barátjára, aki tudott arról, hogy a feleségének viszonya van, és hogy a legjobb barát ezt miért nem mondta el neki, vagy legalább csak annyit, hogy figyelj, vigyázz a feleségedet, valami utalás szinten. Tehát megszakadt a barátság ezek után. És hogy viszont, amikor mi vagyunk abban az oldalon, hogy hát szabad egy család életében ilyen módon beleszólni, tehát hogy tényleg nagyon nehéz ez. Biztos egyénileg kell eldönteni, hogy a saját erkölcseink szerint hogy döntünk. Igen, én is ebben biztos vagyok, és ebből is ugye látszik, hogy hány ember terhelődik meg egy titok által, hogy a titokgazda, akkor bárki, aki tud róla, mert ahogy itt mondtad ennél a lánynál és az anyukánál, ahol az egész rokonság tudta, hogy meg a ismerősök, az egész város tudta, és senki nem szólt nekik, ott nem csak cinkosok voltak, hanem ők is megterhelődtek azzal, hogy Úristen, akkor most erről nem szabad beszélni minden alkalommal, amikor találkoztak velük az utcán, akkor, ja Istenem, akkor most hogy fogok mosolyogni. Szóval, hogy azért ezek a titkok, szóval, hogy megteszik a maguk pusztító hatását. Reméljük, ma tettünk valamit ellene. Jöjjön a következő kérdés a hölgytől. Itt a hölgynél van elől. Oké, akkor az a következő, jó? Itt az idősebb hölgynél itt elől. Én az örökbefogadás kapcsán szólalnék meg, mint pont per pillanat érintett, hogy jelenleg az örökbefogadó szülők, és itt egy fogalmat is szeretnék tisztázni, hogy van a nyílt örökbefogadás, az egy jogilag más kategória, mint a titkos, amikor a természetes szülő nem tudja, hogy hova kerül a gyerek. De a gyerek tudja, hogy ő örökbefogadott gyerek, és a szülőnek meg is kell mondani. Én azt tapasztalom, hogy inkább a társadalom részéről van itt egy ilyen, mivel ez a bevett szokás, hogy ja Istenem, hát ő örökbefogadott, akkor erről nem tudunk, holott tudjuk. Tehát nagyon el tudom képzelni, hogy ebbe az esetben, amiben ön volt, hogy a szülők, hát meg kell mondani, tehát per pillanat ez a hivatalos álláspont, hogy a gyereknek tudnia kell, hogy örökbe, hanem a környezet az, aki titkolózik, és úgy csinál, mintha nem tudná, és a gyerekben ez okozza a feszültséget. Úgyhogy ezzel még sokat kell dolgozni a magyar társadalomnak, hogy az örökbefogadás ne legyen egy tabu téma. Így van, hiszen évtizedeken keresztül ugye ez volt a gyakorlat, hogy titkolózni, mert hogy kizárólag ilyen titkos örökbefogadások voltak, ahol a gyerek sem tudta, és hogy ezt a gyakorlatot felülírni, ez látszik ebből, hogy mennyire nehéz, és hogy milyen sok idő meg energia kell ahhoz, hogy ez megváltozzon, és végre lehessen róla beszélni, és a környezet se erősítsen rá valamire, amire már nem szükséges rá erősíteni. Köszönjük szépen. Akkor a másik mikrofon, igen. Jó estét. Én egy olyan kérdést szerettem feltenni, hogy ha valaki meghal, ott a környezete elkezd egyfajta ingert érezni, hogy elárulja a titkot. Egy konkrét dolog, hogy nálunk meghalt édesapám, és akkor a valószínű, ugye a volt szeretője az egy vörös rózsacsokrot tett a sírra, amit ugye az édesanyám meglátott, plusz amikor elment a piacra, ez egy kisváros, akkor egyszer meg is állították, hogy elmeséljék neki, hogy tudtad amúgy, hogy a férjednek szeretője volt sok időn keresztül. Tehát, hogy miért van az, hogy nem véletlenül derült ki, hanem így gondoskodtak róla, hogy ez így eljusson sajnos. Mert hogy édesanyám ezt nem tudta feldolgozni, és azóta ő is meghalt. Tehát, hogy ebben van egy ilyen plusz nehézség, hogy miért volt erre nekik szükségük. Amiről beszéltünk, hogy a teher, vagy a titok viselése is megterhelő, nem? És akkor szabadulni akarnak ettől a feszültségtől talán. Már amennyire jól hallottam, egy kicsit nem eléggé. Igen, biztos, hogy van ebben egy ilyen komponens, hogy na most akkor már megmondhatjuk. Hogy most már akkor lássál tisztán, legyenek kirakva a lapok.
lehet, hogy olyan gondolat is megfordul a fejében, hogy lehet ebben egy bosszúállás, hogy a saját veszteségemet nem tudom feldolgozni, rengeteg frusztráció van bennem, és akkor, ha nekem fáj, rugok beléd is egy jó nagyot, hogy neked is fájjon még jobban, és kontrollba kerülök. Szóval, hogy azért egy ilyen szeretői viszony, ugye az arról szól, hogy nem vagyok kontrollban, mert a másik, akinek a szeretője vagyok, ő kontrollálja a dolgokat. Nyilván ígérget, majd felvállallak, majd eljövök, majd elválok. No, az is lehet, hogy nem. De mindenképpen egy ilyen önalávetett helyzetben van a szerető, aki azt érzi, hogy hiába szeretné ő ezt a helyzetet megváltoztatni, nem tudja. És amíg él mondjuk a szeretője, addig mondjuk a kapcsolat megőrzése az fontosabb, mint hogy oda menjen és azt mondja a feleségnek, hogy na, akkor most elmondom neked, hogy mi van. És amikor pedig meghal az illető, akkor pedig kicsit revansot is vehet, kicsit azt érezheti, hogy akkor most én irányítom a helyzetet. Nem gondolom, hogy neki könnyebb utána. Hát azt gondolom, hogy a keserű szájíz. Volt egy olyan is, hogy látogatta a sírt a feleség első hetekben, hónapokban, és mindig azt találta, hogy az ő virágját kidobta valaki, és helyette egy másik friss virág volt, és egyszerűen sehogy nem értette, míg a szomszéd sírnál kapirgáló öregasszony felvilágosította, hogy hát a szerető jár ide. Ő cseréli a friss virágot. Lehet, hogy segítesz a kérdezőnek, ha elmondod, hogy ez a hölgy mit élt át ezután esetleg. Hát ugyanaz a felfordulás elkezdődik, hogy kit gyászoltam én. Tehát egy olyan feldolgozó munka, ami nem csak a gyász normális feldolgozása, hanem ez külön fel kell. Mert hogy van egy olyan pszichológiai tézis, hogy a konfliktus nem hal meg az elhunytal együtt, hanem tovább dolgozik az itt maradóval. Ez szülő-gyermek esetében is nagyon gyakori, hogy pont akit itt említettünk, hogy csupa jót hallott az édesapjáról, ott is folytatódott ez a konfliktus, ennek a feldolgozása, és még folytatódik is, és szülő esetében, például aztán majd visszatérek a szeretőre, szülő esetében azt is gyászolja az itt maradt gyermek, hogy azt a szülőt, aki lehetett volna, aki jár minden, alanyi jogon jár minden gyereknek, egy jó apa, vagy egy elég jó szülő, és hogy ő nem kapta ezt meg, és most már meg is halt, és most már soha, és most már nem is tudom tisztázni se a konfliktus sem. És fogalma sincs, hogy találjak vissza a szeretőhöz. Köszönöm szépen. Van-e esetleg még kérdés? Talán egy vagy kettőre még van időnk. Nekem is lenne egy kérdésem. Az én történetem benne van, illetve a fiam története. És az lenne a kérdésem, hogy az én 20 éves fiam öngyilkos lett, és én utána elkezdtem írni. Elég intenzíven, és úgy próbálom feldolgozni tulajdonképpen én a gyászt, hogy leírom az érzéseimet, illetőleg az addig titokban írt családi történeteket is leírom. Mi már egyébként találkoztunk egymással Péter Finovák Éváéknak a traumaíró kurzusán, és hát a családom egyáltalán nem fogadja el, se az édesanyám, se a lányom, tehát senki a családból nem fogadja el, hogy én erről írok és beszélek. Most már nagyon sok olyan írásom van, hogy megkerestek engem, beszámolták a szülők a saját gyászukról, illetőleg hát az én fiam a másságával küszködött, és ő saját magában se tudta ezt elfogadni, és nem is árulta el, egészen ugye a halála után tudtuk meg. És a nagy családi ellenállás ellenére én mégis azt érzem, hogy nekem erről beszélnem kell. Persze vannak bennem bizonytalanságok, mégis belülről egy olyan nagyon erős belső hang azt mondja, hogy nekem ez a küldetésem, hogy a családot meg akarom tisztítani, úgymond ezektől a titkoktól. Igazából én csak egy megerősítésre várnék, hogy jó ez az érzés, mert úgy érzem, hogy
tulajdonképpen egy nagyon súlyos sorsszálat cipelt itt magával az összes családtagom, és talán pont ez erősít meg engem abban, hogy nekem kell akkor végigvinni, eltépni ezt a sorsszálat, és egy picikét kitisztítani a családon belül. Hát a titkokat, a tabukat, tehát hogy a hazugságok, azok ne tudjanak tönkretenni több életet. Hát ez nem kis feladat. Érdekes lenne a családdal egy beszélgetés, hogy vajon mi az, amit tőlük tartanak. Tehát az, hogy azt hiszem, ott tegeződtünk, hogy te írsz, az nekik miért jelent olyan nagy terhet? Mi zavarja őket abban? És hogy a tisztítás az egyszerre kell, hogy úgy történjen, hogy a fiad története megkapja a maga helyét, és közben a család többi tagja is azt érezze, hogy ők is benne vannak ebben a képben. Mert ha csak az ő története hangosítódik ki, és ők azt érzik, hogy ők nincsenek ebben a folyamatban figyelembe véve semmilyen formában, akkor elmérgesedik még jobban a kapcsolat. És hogy én mindig abba az irányba szeretek gondolkodni, hogy hogyan lehet a kapcsolatokat javítani, megmenteni, táplálni, reparálni. És hogy én biztos, hogy így azon lennék, hogy kiegészíteni azt, amit te most feltétlenül itt látsz ebből a helyzetből, az ő szempontjaikkal, és aztán úgy gondolkodni tovább, hogy akkor mi a helyes lépés, mi a következő lépés. Mert hogy ha te eltávolodsz tőlük, akár a lányodtól, akár a család többi tagjától, az neked is egy nagyon nagy teher, és biztos, hogy nem... És biztos, hogy ők is szenvednek tőle, és biztos, hogy a fiat sem szerette volna ezt, hogy köztetek egy szakadék alakuljon ki. Igen, ezt érzem, és nagyon szépen köszönöm. Még egy kérdésem lenne. Én eddig tapintatból nem írtam a családtag, többi családtagról. Tehát kifejezetten azért, mert őket nem akartam bántani ezáltal, vagy kiadni. Tehát soha nem volt célom ez. Tényleg segítséggyanánt írom, hogy például más szülők, akik írnak nekem, és a saját gyermekeiknek ugyanilyen problémájuk van, tehát a mássággal küzdködnek elsősorban, vagy mondjuk családon belüli erőszak áldozatai ők is, vagy elszenvedői, és abban erősítenek meg, hogy kihangosítom az ő titokban tartott szenvedésüket. És nekik ez nagyon jó, hogy van egy ilyen szócső, bár ez egy igen kellemetlenné vagy kényelmetlenné kezd olykor válni ez a feladat. És többek között ezért, hogy egyre inkább távolodok a családtagoktól. De megtehetem-e azt, hogy őket bevonom a történeteimbe? Én meg arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a te gyászfeldolgozásodnak is a része. Tehát egyrészt a fiadért teszed, a másokért teszed, önmagadért teszed, ezáltal értelmet adsz a fiad életének, halálának, hogy nem volt hiába való, hiszen rengeteg ember, tehát ez egy nagyon-nagyon szép misszió. De közben, amit Noémi is mondott, hogy a többiek is gyászolnak. Tehát a családtagok is mélyen gyászolnak, és az ő gyászfeldolgozások egy egészen más út, és valahogy be kell találnia, hogy ne párhuzamosan fussanak, hanem valahogy megkérdezni, hogy ők mitől félnek, mitől tartanak, mi az, ami sebeket tép fel, ahelyett, hogy ők már valahogy elindulnának a megbékélés felé, helyett inkább állandóan úgy érzik, hogy sebek tépődnek fel. Köszönöm szépen. De még annyit, hogy nagyon, tehát láttam több ilyen családi rendszert, ahol egy valaki vált szószólójává bizonyos témáknak, ügyeknek, akár egy ilyen halálesetnek, hogy akkor beszéljünk róla, és hogy általában ez történik, hogy a többi családtag pedig visszahúzódik, és azt mondja, hogy nem tudunk azzal mit kezdeni, amit te ebből kreálsz. Tehát hogy ez nagyon gyakori, és ezért kell együtt gondolkodni, és minél többet beszélni. Tehát, hogy a hidak ne égjenek le
köztetek az itt maradt családtagok között. És közben ne add fel az elképzelésed. Igen, mindent szeretnének csak beszélni róla, nem? Tehát még a négy falak között sem szeretnének beszélni róla. Tehát most sem. Iszonyat nehéz lehet az, amikor nem tudunk a négy fal között sem beszélni. És hogy ahhoz képest, amikor te beszélsz, tehát ehhez a mély hallgatáshoz képest, a te nagyon beszélésed még inkább fájdalmas, még nagyobb terhet jelent nekik. Tehát, hogy azt kell látni, hogy egy olyan családban, hát úgy beszélünk róla, nem szeretjük, de azért mégiscsak beszélünk, ott kevésbé lenne ennyire sokkoló az, hogy te beszélsz, és te nyilvánosan beszélsz, és te felvállalsz dolgokat. De egy olyan nagyon tabuképző családban, amiben ezek szerint te élsz, ott biztos, hogy sokkal nagyobb hullámokat tud ez vetni. Hát, hol akkor még egy... Köszönöm. Nekem az lenne a kérdésem, hogy sokszor ugye a gyász is tabú, és főleg, ha egy ilyen titok is érintett az esetben, akkor hogyan forduljunk a gyászoló felé, hogy mi a helyes megközelítés? Köszönöm. Mint segítőnek, vagy mint hozzátartozó, vagy... Igen. Igen. Hát nekem a veszőparipám ugye a meghallgatás, hogy teljes odaadással, hogy... Az a gyásznak a alapmottója, hogy az érzelmek átélése és kifejezése. És azzal tudunk segíteni, hogy segítsük abban, hogy átélje az érzéseit, mert hogy ugye azért el lehet menekülni, meg el lehet folytani, meg munkába temetkezni, meg vannak sok trükkök, hogy hogyan lehet megúszni, de hogy hosszú távon az a lelki egészségét nem szolgálja. Tehát segítsük abban, hogy megélje az érzéseket, de ez nem elég, hanem hogy ki tudja fejezni, hogy kívülre tegye. És hogyha van olyan, aki türelmesen és elfogadóan, megértően képes hallgatni, és akár ugyanazokat a unalomig ismételt miérteket, hogy jó, de miért, meg miért pont velem, miért, hogy tudta ezt tenni, akkor egyszer csak elfogynak ezek a miértek, és... Nyilván a saját megküzdőképességének az útján is haladva, de hogy valahogy kisimulnak a dolgok. Szerintem nem kell nagy praktikákban gondolkodni, egyáltalán nem kell. Szerintem az egyik oka, hogy félünk a gyásztól, az éppen ez, hogy elbírjuk-e akár. Tehát, hogy ahogy az előző hölgy is történetéből is kiderült, hogy nem mindannyian ugyanúgy bírjuk el ezeket az érzéseket, vagy ezeket a történeteket, és bizony, ha az ember odaáll segíteni, akár csak egy szakítást, vagy egy válást nézzünk meg, tehát hogy az is majd, hogy nem olyan teher, mint egy haláleset tud lenni, abban lehet, hogy több tapasztalatunk van, tehát hogy azt elbírni, elviselni sem túl könnyű. Hát jól gondolom. Hát én kétszer váltam, úgyhogy profi vagyok válásban. És azt mondtad, hogy majdnem olyan kegyetlen dolog, mint a haláleset. Nagyon-nagyon sok válófélben levő mondja azt, hogy sokkal könnyebb lenne, ha egy elhunytat kellene gyászolnia, mint hogy egy olyan kapcsolatot, egy olyan társat, aki még él, aki folyamatosan valamit csinál, például boldog a rohadt életbe. Hogy mer boldog lenni? De lehet, hogy sokkal galádabb dolgokat is csinál. Mert hogyha valaki meghal, akkor ő meg van halva. Tehát ő már nem csinál mindenféle galibát, és a szeretet vesztés a legnagyobb, tehát az a legnagyobb fájdalom, tehát pici születésünktől fogva a legfontosabb, hogy szeretve legyünk. És ha meghal valaki, akkor ugyan szoktuk mondani, hogy rútul elhagyott, meg nem tudom, de hát azért ott nincsen ez a szeretetvesztés. És váláskor még akkor is, ha mi vagyunk az elhagyó fél, akkor is ott megjelenik, mert a másik azért legyen szomorú, amiért én elhagyom, meg azért szeressen, ne utáljon meg, stb.
És egyébként a szakirodalom szerint is 1-4 év vagy válás feldolgozása, és nagyon sok helyen olvastam, hogy több lehet, vagy nehezebb lehet egy haláleseti gyásznál. Ami simán lehet, legalább ennyi idő. Még egy utolsó kérdés, ha van valahol. Itt van egy jelentkezőre. Én azzal találkoztam haláleset után, hogy az életben maradottak... Egy kicsit a mikrofont közel tudni. Így jó? Aha. Hogy az életben maradottak azzal önvádolták magukat, hogy többet tehettem volna érte, ha másképp gondoztam volna, ha hamarabb, stb., hogy ebből hogyan történik a felmentése, vagy így ez hogyan kerül a helyére, vagy hogyan szabadítja ebből fel magát. Tehát így a meghallgatás az oké, meg így mondtunk neki, de én nem éreztem azt, amikor én erre mondtam valamit a saját kútfejemből, hogy az így az elérte a célját. Hát a bűntudatnak funkciója van, tehát nem kell feltétlenül cáfolni, hogy de hát figyelj, te mindent megtettél, mert hogy az, annak is van egy ilyen védelmi funkciója, hogy addig is, amíg bűntudatom van, addig el tudom, ez csak egy példa, mert sok funkciója van, de egyik példa az, hogy a biztonságos világba vetett hitemben nem csalódhatok, mert hogyha én még elvittem volna még egy orvos, hogy vagy én még ezt meg azt csináltam volna, akkor most élne. És akkor egyrészt nagyon jó ide kifuttatni a történetet, hogy akkor most élne. Ez egy ilyen jó játék, és ezzel valamiféle vigaszt képes magának a gyászoló nyújtani. A másik meg az, hogy hihetek abban, hogy meg tudom védeni a gyerekemet, a férjemet, vagy bárkit. Igaz, most nem figyeltem, most nem voltam résen, mert mit tudom én, elkövettem mennyi hibát, ettől bűntudatom van, de majd legközelebb. Ezt nem futtatja így végig senki, egy gyászoló se. Ezek olyan tudattalanul működtetnek bennünket ezek a dolgok, de aztán ahogy halad a gyász folyamat, azért ezek kisimulnak anélkül, hogy nekünk kellene ezt mindenáron így rendbe tenni. Hogy de nem, hát figyelj, te mindent. Polcalán is mondta egyik könyvében, hogy nincs felső plafon. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy mi mindent elkövettünk, mert még lehetett volna annál is többet elkövetni. Ki? Ha nincs több kérdés, akkor van esetleg? Jó sok témát érintettünk ma, azt gondolom, és nagyon szeretettel és nem is tudom, tisztelettel ajánlom ezt a könyvet, és az összes történetét forgatni, olvasni. Talán nem is egyszer, egyébként én is egyszer olvastam el az egészet. Talán úgy egy picit sok egyébként, de akár momentumokon, akár azokon a dolgokon megállni, amik megfognak bennünket, vagy amikkel találkozunk, vagy amik felidéznek, mert nagyon-nagyon sok érdekes mozaik rajzolódik ki, amiből szerintem kaphatunk egy képet arról, hogy mi magunk is hogyan tudunk esetleg egy gyász folyamattal szembenézni, részt venni benne, túlélni azt, és mindenek felett megőrizni a szeretetet, ami szerintem nagyon fontos ebben. És a másik, ami nagyon fontos volt nekem a mai beszélgetésben, az, hogy a múltat nem lehet átírni. Hogy az, ami megtörtént köztünk, vagy a halott és a hozzátartozója között, az megtörtént, és az igaz volt. Azt egyetlen egy titok nem fogja fölülírni sosem. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, hogy megosztották a kérdéseiket, tapasztalataikat, és főleg nektek, hogy ilyen őszintén és bensőségesen tudtunk erről a nehéz témáról beszélgetni. További sok sikert kívánok nektek a könyvhöz és a munkátokhoz. Egyébként, aki szeretne egy dedikált példányt, itt néhány perc múlva fölmegyünk a könyvespulthoz, és lehet dedikáltatni. Kedvezményes most a könyv, ha jól tudom. Legközelebb pedig gyerek kamasz neveléssel jövünk majd június elején.
várjuk vissza önöket egy sokkal vidámabb, de nem könnyebb témával. Kellemes estét kívánok mindenkinek!